Kezdünk. Kezdenénk. Azt szeretném megkérdezni, itt vagyunk a Bécsi nyugati elkerülő úton, a szakszervezetek demonstrációja zajlik éppen, félpályás útlezárás. Miért vannak itt? Azért vagyunk itt, mert nem értünk egyet a 400 óra túlórával, nem értünk egyet a kollektív alapú fellazításával, nem értünk azzal egyet, hogy 36 hónapig várakoztathatnak túlóra díjakat, mert úgy gondolják, hogy az emberek ráérnek 3 évvel meg a pénzüket. Azért vagyunk itt, mert fellazítják a munkatörvénykönyvét, és azért vagyunk itt, mert rabszolgának néz minket a saját kormányunk. Ha nem változtat az álláspontját, és nem fog úgy kormányozni, hogy az emberek is jó legyen, akik itt élnek és megtermelik a GDP-t, akkor januárban megállítjuk az egész országot, mind a hatalmi federáció. Mi lesz a következő lépésük? Most itt meddig tart ez a demonstráció? És lesz-e még esetleg egy másik városi helyszín, ahova menne? 3 óráig tart a demonstráció. 3 óra után szép lassan elindulunk hazafele. Ez a második figyelmeztetés. Legközelebb januárban megbeszéltünk a ponton, akkor megállítjuk az országot. Egyelőre most ott tartunk, hogy 3 óráig van az engedélyünk, és 3 óráig fogunk menni. De ez a figyelmeztetés. Üljenek le a kormányzatban, a kormányzatos tárgyaljon a szakszervezeti vezetőkkel, és csináljanak egy munkatörvénykönyvét, és most már nem a 48 órás munkatörvénykönyvét,